Jó reggelt kívánunk! Sárosi Péter vagyok, a Drognipartártól üdvözlök szeretettel mindenkit a Chemsex szakmai fórum rendezvényünkön, amit hát online tartunk, ugyanis a járványhelyzetre való tekintettel természetesen sokkal jobb lenne személyesen találkozni, de hát ezt már mind megszokhattuk, ezt a formátumot. Sokkal többen regisztráltak még, mint amennyien vagyunk. Remélem, hogy még be fognak tudni érkezni emberek a későbbiekben is. Az előadásokat egyébként majd mind feltöltjük az oldalunkra, a drogreporter.hu-ra, ott el lehet majd érni. Először én szeretnék egy bevezető előadást tartani magáról a konferenciáról, és hogy miről is fog szólni ez a konferencia, illetve egy pár szót arról, hogy maga a chemsex jelenség az mit is jelent. Először is egy pár szót a házirendről. Mint elmondtam, a YouTube-ra fogjuk feltenni az előadásokat, illetve a drogreporter.hu oldalon ezek mind megtekinthetőek lesznek. Tehát az előadások azok teljesen nyilvánosak, viszont mivel egy nagyon érzékeny témáról beszélünk ma, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az érintettek is meg tudjanak szólalni, és úgy érezzék, hogy meg tudnak szólalni, és be legyenek vonva, ezért a diszkuszió részben, tehát amikor ilyen kérdés-felelet válaszok vannak, akkor azt a részt, azt arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy azt ne vegye föl, illetve ne idézzen senkit név szerint, beazonosíthatóan, tehát hogy mindenkit hozzá tudjon szólni, akár anonim módon is ehhez a konferenciához, különösen ugye most itt az érintettekre gondolok, és tiszteljük meg mindenkinek azt a jogát, hogy annyit osszon meg magáról, amennyit szeretne. Egyébként pedig a Chatham House szabályok vonatkoznak a beszélgetésekre is, tehát fel lehet használni az információkat, csak nem név szerint. Illetve hát szeretném arra is figyelmeztetni a hallgatóságot, hogy mivel olyan témáról beszélünk, aminek a szexualitás igen szerves részét képezi, ezért majd különösen a második részében a konferenciának lesznek explicit szexuális tartalmak is, vizuális tartalmak is. Mi is ez a téma, mi is a chemsex, amiről szó van ma? A chemsex fogalmát azt nagyon sokszor félreértik, ugyanis hát sokan azt gondolják, és hát én is ezek közé tartoztam először, hogy minden olyan szexuális aktus chemsexnek minősül, amit valamilyen tudatmódosítószer hatása alatt folytatnak. Ennél azért jóval specifikusabb ez a fogalom a szakirodalomban. Nem minden tudatmódosítószer hatása alatti drogfogyasztást értünk ez alatt. A magát a kifejezést azt egy David Stewart nevű szakember honosította meg a szakirodalomban. Ez gyakorlatilag elsősorban a meleg és bifiúk közötti eseménycentrikus drogfogyasztást jelenti, tehát hogy van mondjuk az összes drogfogyasztás, mint nagy halmaz, akkor ennek egy része a droghasználat, amit szexuális élményfokozás céljából történik, és van a chemsex, ami csoportos droghasználat és szex férfiak és fiúk között. Van másik alternatív elnevezései is vannak ennek a témának, például a Party and Play, PMP, ez is meg szokott jelenni szakirodalomban. Hogy miért is pont erről a témáról kezdtünk el mi beszélni, és miért tartjuk fontosnak, hogy ezt a konferenciát megtartsuk. Több oldalról is kaptunk ugyanis bejelentéseket, értesítéseket arról, hogy bizony ez a kérdés, ez a jelenség, ez most már Budapesten is elég élénken megjelent. Egyrészt ugye hát a nemi beteg gondozók oldaláról érkeztek jelentések, hogy az ő pácienseiknek egy igen jelentős része az hát érintett a chemsex jelenségében. Aztán hát ugye LMBTQ érdekérvényesítő csoportok részéről is jelentkeztek olyan bejelentések, vagy értesítések felénk, hogy igen, ez egy jelentős probléma most a közösségi szinten is. Aztán hát pszichológusok is mondták, hogy klienseik körében ez egy előforduló probléma, és hát a droghasználók köréből, ugye a drogreporter oldalnak az olvasói, illetve hát sortás segítők, akik az elektronikus tánczenei rendezvényeken segítenek, ők tőlük is kaptunk ilyen bejelentéseket. Tehát azt gondoltuk, hogy ha ilyen több felől jönnek ilyen bejelentések, akkor itt egy valós
jelenségről van szó, amiről Magyarországon még nem nagyon volt szó, és hát a célunk az az, hogy egy megbélyegzés hisztériakeltés nélküli szakmai párbeszédet kezdeményezzünk érintettek és szakemberek és kutatók között, hogy mit lehetne ezzel az egésszel kezdeni. Hát igen, bizonyos média nyilvánosságot kiváltó ügyek azok megjelentek a médiában, de hát igazából ennek ezek nagyon felszínes ismeretekkel járnak együtt arról, hogy mi is ez az egész jelenség. Tele van tabusítással, megbélyegzéssel ez a téma, és hát ezt szeretnénk egy picit ellensúlyozni, de nem szeretnénk morális pánikot kelteni, tehát nem szeretnénk, hogyha ez azzal járna, hogy akkor itt most mindenki dobja el mindent, mert hát itt egy óriási nagy katasztrófa közeledik. Ez is egy érdekes kérdés, hogy miért éppen most, és miért éppen a melegbi közösségekben jelentkezik ez a probléma. És hát az első magyarázat az az, ami hát a drogpiacoknak a változásaival függ össze, ugyanis hát ez a chemsex szcéna speciális drogoknak, speciális kontextusban történő fogyasztását jelenti, és hát ahhoz, hogy ez egy kibontakozzon, ahhoz szükség volt a drogpiacoknak a globalizációjára, az új designer drogoknak a megjelenésére, arra, hogy jóval nagyobb választékban és sokkal gyorsabban beszerezhető különféle szerek, mint korábban. Aztán ugye a globális kommunikációs technológiák fejlődése, az, hogy gyakorlatilag a társkeresés digitalizálása teljesen átalakította a társkereső szokásokat, az ilyen közösségek, szexuális szokásokat is, és hát a chemsex az ezeknek az ilyen, hát az internet, digitális technológiák, szexuális viselkedési függőségeknek és a drogfüggőségeknek egy ilyen elég sajátos keresztmetszetében helyezkedik el, egyfajta ilyen fúziós drogfüggőség jelenség. Az, hogy miért pont ebben a közösségben, az pedig hát magyarázza, majd több előadásban lesz erről szó, de hát itt ugye beszélhetünk arról, hogy ez egy olyan közösség, amit hatványozottan sújt, megkülönböztetés, megbélyegzés. Nagyon negatívan ítéli meg a társadalom a szexualitásnak ezen megnyilvánulásait, ezért ez rengeteg olyan hát elfolytáshoz és különféle problémákhoz, mentális problémákhoz vezethet, ami ezt elősegíti azt, hogy aztán ez ilyen módon jelenjen meg, illetve hát maga a drogfogyasztás, ami egy kriminalizált tett, vagy cselekedett, az egy még rá tesz egyfajta plusz stigmát, tehát úgy szokták ezt nevezni, hogy dupla stigma. Akkor milyen drogokról is beszélünk itt? Mert, hogy mondtam, hogy speciális szerekről van szó, nem feltétlenül minden szer jelentkezik a chemsex szcénában. Hogyha az utcai neveket nézzük, akkor ilyen három női névvel lehet írni ezt a három drogot, amit ebben a szcénában használnak, a Kati, a Gina és a Tina. Az első az ugye a Kati Mefinek is szokták nevezni, ami hát a 2009-10 környékén jött be Magyarországra, amikor az ecstasy tabletták hatóanyaga hirtelen lecsökkent, és megjelentek a designer drogok egész Európában, végig söpört a mefedron láz, és hát ez egy ilyen stimuláns drog, amit sokan úgy jellemeznek, hogy így a kokain speedex az háromszögnek a közepén található, és hát jellemző az, hogy orba szippantva fogyasztják, és elég gyakran újra kell szippantani, mert hogy a hatásai azok viszonylag rövid idő alatt csökkennek. Akkor ugye a GHB, a Gina, amit ilyen folyadék formájában használnak, pipettába, üdítőbe bele rakva, ugye ezt ilyen randi erőszak drogként szokták, médiában szokott megjelenni, azért ez egy kicsit ilyen hát eltúlzott kép, vagy torzult képet ad rá, valójában ez egy parti drog a GHB, amit egyébként elég könnyű túladagolni, de hogy azért alapvetően ez egy parti drognak használják, és hát a harmadik az pedig a metamfetamin, a Tinának is szoktak nevezni, ami hát egy elég potens stimulánszer, aminek viszont a hatása, hogy ezek elég hosszú ideig
tartanak nagyon hosszú ideig tartó ébrenlétet és energizáltságot és szexuális felajzottságot tud okozni. Tehát, hogy ennek a három drognak a kombinációja az gyakorlatilag szavatolja azt, hogy hosszú ideig akár előfordul napokig tartó készenlétben legyenek emberek és felajzott állapotban. Vannak ezért egyéb szerek is, amik megjelennek ebben a szcénában, ugye az alkohol, a Viagra, a poppers, az amilnitrát, a kokain, a ketamin, ami szintén női névvel, ica néven is ismeretes az utcai használatban, ecstasy, bogyó, MDMA, ezek is olyan szerek, amik megjelenhetnek. És hát ahogy említettem, a chemsex speciálisan kötődik az online digitális kommunikációhoz, és az online társkereső appok, illetve az online pornó oldalaknak a evolúciójához úgymond. Tehát, hogy az ismerkedésnek a korábbi szintereit, azokat háttérbe szorították az online ismerkedési szinterek, ez amit így angolul az online hookup culture-nek neveznek, hogy célirányos ismerkedés, nagyon gyorsan, célirányosan tudnak ismerkedni az emberek, és hát maga az online pornó is eléggé átalakította a szexuális szokásokat, erről is majd még mások fognak beszélni, és hát itt ugye vannak nagy viták a pornográfiával kapcsolatban, és hogy akkor itt most ez a jelenséget, ez hogyan is kell megítélni, hát ezt most nem fogjuk ezen a rendezvényen valószínűleg eldönteni. Ugye felmerült a közös kérdés, hogy maga a chemsex a probléma, vagy azok a problémák, amiket ez okoz. Én személy szerint úgy gondolom, hogy önmagában a kémiai szerek szexuális célú használata az önmagában nem feltétlenül probléma, viszont a chemsex ez egy olyan jelenség, amivel viszont nagyon hatványozott kockázatok járnak együtt, és ezek viszont súlyos problémákhoz tudnak vezetni. Ilyen például ugye a függőség maga. Tehát önmagában az, hogy itt egy viselkedési és drogfüggőségről van szó, aminek így az interneten keresztül folyamatos triggerek, ingerek érik az embereket, ami hát nagyon súlyos függőség kialakulásához tud vezetni. És hát ugye maga az, hogy szex és drogfüggőség az összekapcsolódik ebben a jelenségben. Aztán ugye a nemi úton terjedő fertőzések, a HIV, a hepatitis, a HPV és többi, amiről szintén majd fogunk hallani a konferencián, akkor az, hogy ugye ez egy kriminalizált cselekedet, ami hát vezethet ahhoz, hogy büntetést és megbélyegzést kapjanak ezek az emberek. Mentális problémák, itt ugye nem csak arról van szó, hogy például ilyen pszichotikus tünetek kialakulatnak a stimulánsok túlzott fogyasztása miatt, de hát az is ugye már önmagában, hogy ez, pont ez a népes, ez a csoport érintett, az azt is jelzi, hogy sokan már meglévő mentális problémáknak a önkezelésére, gyógyítására is használják ezeket a szereket, illetve hát túladagolásokkal is találkozunk ebben a szcénában sajnos. Tehát amikor egyszerűen felmondja a szolgálatot az ember szervezete, mert túl sok volt már a stimuláns, és hát ezekből is sajnos hát már hallottunk médiában is ilyen eseteket. Illetve hát erőszak is megjelenik sajnos ebben a szénában, amikor nem konszenzuálissá válik a szexualitás, mert hogy ugye hát egy részben ugye a drogok hatására ezek a határok összemosodnak. Hogyha milyen akadályok vannak ezeknek a problémáknak a megoldása előtt, ezeket külön fel lehet osztani különféle szintekre, ugye a legnagyobb az a politika szintje, az, hogy a drogfogyasztás az egy kriminalizált cselekedet, a melegek, az LMBTQ közösség az ugye diszkriminált, a társadalom szintjén a megbélyegzés, a szolgáltatások, egészségügy, szociális szolgáltatások szintjén az, hogy a maguk a szolgáltatók tájékozatlanok, előítéletesek ebben a kérdésben, hiányoznak a szakemberek, a megfelelően képzett szakemberek, illetve erőforrások, nem is elérhetőek esetleg szolgáltatások. A közösség szintjén az, hogy a chemsexben résztvevőket a meleg LMBTQ közösségen belül is gyakran kiközösítik, akkor az egyén szintjén pedig szintén tájékozatlanság, az önstigmatizáció, a szégyen, a traumák, a kezeletlen mentális problémák, illetve a különféle fertőzések azok, amik hát akadályozhatják azt, hogy itt megoldásokra szülessen. Itt nem is gondoljuk azt, hogy ez a konferencián rögtön majd
megoldjuk ezt a kérdést, de azt gondoljuk, hogy az első út az az, hogy láthatóvá tesszük a problémát, tehát ennek a rendezvénynek elsősorban ez most a célja. Akkor ugye az ilyen biomedikális diskurzusokból nagyon gyakran hiányzik az a tényező, hogy gyönyör, ami szerintem egy nagyon fontos része kell, hogy legyen, hogy megértsük azt, hogy emberek miért fordulnak, miért vesznek részt ebben az egész szénában, ami sok embernek önpusztítónak és hát irracionálisnak tűnhet. És hát itt érintetteknek a véleményeit is érdemes megnézni, hogy ugye ez azért a gyönyör, de hogy mindig a gyönyörön valami túlmutató dolog is van ebben. Ez az egyetlen olyan idő, amikor igazán úgy érzem, hogy kapcsolódom másokhoz, mondja az egyik érintett, akkor, hogy nem kell aggódnom a testem miatt, garantált, hogy elfogadnak. Ilyenkor fordul elő egyedül, hogy nem érdekel a világ és az összes aggodalma. A chemsextől szexuálisan szabadnak érzem magam, és ez a szabadság mindent elengedni annyira magával ragadó. Akkor a chemsex bulikon nincsen rejtőzködés, az lehetek, aki igazán vagyok, nem kell másnak tettetnem magam. Tehát aki mondjuk olvas a sorok között, az mondjuk ebből láthatja is azt, hogy mik azok, ami miatt, tehát hogy azért ez mindig a gyönyörön túlmutató gondolatok ezek. A megoldásokkal kapcsolatban egyébként lehet az nyugati világban azért már több szakmai rendezvény és fórum is zajlott ebben a kérdésben, rengeteg cikket is fel lehet lelni erről a kérdésről a szakirodalomban. És hát a 2019-ben megrendezésre került Európai Chemsex Fórumon, ami már a harmadik volt, ebben bizonyos javaslatokat is megfogalmaztak szakemberek. Ilyen például az, hogy hát a politikai döntéshozók számára, hogy a drogfogyasztást dekriminalizálni kell, szükség van integrált ellátórendszerre, az egészségügyi szakemberek képzésére, tájékozódására, megértésére, a terapeutáknak szintén, hogy tanuljanak, megértsék jobban ezt a problémát, jobban kommunikáljanak. Szükségünk lenne több kutatásra, ezen a területen több adatra, jobb megértésére ennek a jelenségnek, speciális támogatási, pénzügyi támogatásra az ilyen szolgáltatásoknak, illetve az érintett közösségek megszervezésére, érvényesítésére. Vannak jó gyakorlatok is azért a világban, hogyha szétnézünk. David Stewart, aki hát sajnos éppen pár nappal ezelőtt hunyt el, aki a témának az egyik legnagyobb szakértője, érdekérvényesítője volt, ő azt mondja, hogy amire igazán szükség van, az a kulturálisan kompetens ellátórendszer. Tehát olyan szolgáltatásokra van szükség, akik értik, megértik a hozzájuk forduló klienseknek a problémáját, és az egész kontextust átlátják. Egy holisztikus megközelítést alkalmaznak, és hát azért vannak szép száma jó példák most már a világon, ilyen integrált ellátóhelyekre, például a UK-ben, a Angliában ilyen a 56 Dean Street, vagy az Axis, ami Dél-Londonban van, egy ilyen integrált klinika, ahol egyaránt foglalkoznak a szexuális egészséggel, a mentális egészséggel, az addiktológiai ellátással, és kimondottan LMBTQ ügyekkel is, szűrést folytatnak, ártalomcsökkentést, csoportos és egyéni terápiát, pszichiátriai társbetegségek diagnosztizálása, sorstárs képzést. És hát van egy most már egy ilyen integrált kezelési forma is, ami David Fassett és Robert Weiss alakított ki Los Angelesben, az a Seeking Integrity, tehát lehet azért találni olyan példákat, amik hát ennek a kérdésnek a jobb megértéséhez kapcsolódnak, és hát ők írtak is, David Fassett írt is egy könyvet ebben a témában, amit tudok ajánlani, akit érdekel ez a téma bővebben. Ennyit szerettem volna a bevezetőben elmondani, illetve pár szót még mondanék azért arról is, hogy a konferencián mikről fogunk hallani. Most az első körben, tehát úgy fog történni a konferencia, hogy az általánosabb felől megyünk a specifikusabb felé. Tehát az első részben a szexuális viselkedési függőségekről, drogfüggőségekről fogunk egy kicsit többet megtudni, illetve azokról a vizsgálatokról, amik a Magyarországon folytak az embereknek a szexuális viselkedésével és drogfogyasztási szokásaival kapcsolatban, aztán a nemi úton terjedő betegségekről fogunk hallani, illetve azoknak a kezeléséről, azokkal kapcsolatos kihívásokról,
aztán az érdekérvényesítés problémáiról, aztán arról, hogy a kisebbségi stressz miként játszik szerepet ebben a jelenségnek a kibontakozásában, és hát végül pedig az ártalmcsökkentésről is fogunk hallani.